Szevasztok, srácok! Ez itt ismét a 300 alatt. Ahogy látjátok itt mellettem, a mai alkalommal folytatni fogom a Disney Brickheads készleteket. Ugye az előző héten a 300 alatban bemutattam a Pluto és Goofy figurákat, ami ugyanúgy február 1-én jelent meg, mint ez a kis készlet. Ha kíváncsi vagytok arra a videóra, tudjátok, ott fönt a sarokban meg tudjátok nézni, de nézzük is meg a doboz dizájnt, mindig ahogy szoktuk. Először is találkozunk a szokásos feliratainkkal, Lego Brickheads 10 pluszos a készlet, 4377-es a kódnév, és összesen csak 90 darabos ez a készlet, de gyakorlatilag a dobozunk teljesen ugyanúgy néz ki, mint az előző héten bemutatott, a végtelen Mickey egér fejek a háttérben, Mickey és barátai kis Badge és Donald kacsa a fő oldalon, viszont itt lent a sarokban látszódik az, hogy ez a 101. Brickheads figura úgy összesen, és hogyha megnézzük az előző dobozunkat, akkor látszódik ez a 98 és 99-es volt Pluto és Goofy, viszont ezek közé beékelődik a 100-as birka készlet, ami tényleg furcsán oldott meg a legó, hogy miért kellett ilyen Disney sorozat közé beékelni egy ilyen nem licensed figura. Szerintem egyszerű lett volna, hogyha ez lett volna a 100. és akkor a 101. lett volna a birka. Lehet, hogy ez csak engem zavar, de ez tényleg akkor is furcsa megoldás. A hátulján a doboznak ugyanúgy, mint előző héten, sárga alapon Beatle indított Mickey fejek, ez esetben Donald kacsánk van egy kicsit nagyobban, és ugyanúgy van ott van mellette Pluto és Goofy is. Az oldalán ezúttal találkozunk Donald kacsának a rajzfilmes változatával is, ez is egy egész jó részlet, hogy erre is gondolt a Lego, ezt is oda rakja, oda festeti. Nézzük meg, hogy hány zacsi pacsink van. Összesen 2 nem számozott zacskó, egy előre nem becsomagolt baseplate és egy összerakási útmutató, ami összesen 32 oldalas, úgyhogy egy kicsit rövidebb, mint a Goofy-nál volt az összerakás, azt hiszem az 40 pár oldal volt, úgyhogy srácok, gyorsan össze is építem és megnézzük egy kicsit közelebbről. Nos, hát 8 percig tartott összeépíteni ezt a hatalmas készletet, hát ugye 90 darab nem a legnagyobb készlet ever, viszont szerintem a Lego akkor is nagyon jó munkát végzett, hogy csak ilyen kevés darab számból áll, egyértelműen föl lehet ismerni a címszereplőnket, Donald kacsát, pláne azért ugye, hogy rajta van az a nagyon jól ismert matróz ruhája, és ezáltal kapunk 2 darab printelt elemet is, az első ugye ez a kis piros masnia, a másik pedig ez a hátán lévő ruhájának ez a hátsó része, úgyhogy ez mindig egy nagyon jó döntés, hogyha printelt elemek vannak, de általában a Brickheads készletekben csak printelt elemek szoktak lenni. Itt is van egy ilyen hát extra játék funkció, mégpedig ez a sapkájának ez a kis oldalsó része, amit tudunk mozgatni. Viszont sajnos van egy hiba, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, mégpedig a szemeire, ami nagyon jól látszódik, hogyha közvetlenül mellé teszem az eredeti rajzfilmes verzióját, látjátok, hogy ott ilyen világos színű, világos kék színű színnel van megoldva a szeme, a pupillája, viszont itt a Lego fehér színekkel oldotta meg, amit kicsit olyan furcsává teszi a tekintetét, mert annyira beleolvad az egész arcába, vagy az egész fejébe ez a fehér szín, és még a tetejére ugyanúgy van megoldva, mint annál a Goofy-nál is, hogy ugye nincsen elválasztva a két szem, ami pluszban még egy kicsit furcsává teszi, legalábbis nekem. De ezen kívül tényleg összességében abszolút semmi problémám nincs a készlettel, ha szeretitek a Disney-t, egyértelműen ez is egy must have készlet lesz, és mellette, hogy ugye van egy ilyen kis csoportunk, ezáltal most már 3 darab új Disney készlet is megjelent, új Disney minifigura, vagy építhető figura, úgyhogy most már aki szereti ezeket a kis készleteket, tudja bővíteni, mert ugye hát jó pár, azt hiszem egy-két évvel ezelőtt megjelentek a Mickey egeres készletek, vagy a Mickey egeres Disney építhető Brickheads figurák, és ugye azok mellett egész jól fognak kinézni ezek is, úgyhogy ha nektek azok megvannak, akkor mindenféleképpen tudom ajánlani ezt a szériát is, mert abszolút nem csalódtok benne majd. És srácok, meg szeretném köszönni a mai figyelmet is, remélem tetszett ez a kis bemutató, ha tetszett, kérlek lájkoljátok, tudjátok, iratkozzatok fel, mert az fontos, és találkozunk a következő heti bemutatóban.
ami halványgőzöm sincs még, hogy mi lesz, de mindenféleképpen találkozni fogunk ott. Addig is jók legyetek, sziasztok!